Lövés után nagyon fontos, jobb oldal félpályáig fut, aki balra lőtte, az balra fut, jó? A Tamási Kézilabda Klub U11-es és U12-es korosztályának heti háromszor van edzése, Ferenci Roland tartja ezeket. Hát az edzések azok folyamatos tervezés alatt vannak, labdás edzések, koordinációfejlesztés, állóképességfejlesztés, itt a képességükhöz megfelelő módon alakítjuk az edzéseket, én rakom össze az edzéseket, és ugye ezt egy elektronikus felületre, az MKS felületére töltjük fel, és ott nyomon követik igazából, hogy mit dolgozok a gyerekekkel. Náluk most indul be az, hogy csapatjáték. Most léptünk be abba a korosztályba, hogy már rendes pályán játszanak, 6+1 játékosok vannak a pályán, ugye folyamatosan kötelező cserék vannak, hát igazából nem kötelező, csak hogy mindenkinek játék lehetőséget kell biztosítani. Az edző azért megosztotta velünk, hogy a tréningek alkalmával előfordul, hogy a lányok nem minden esetben csak az ő szavára figyelnek, van, amikor ügyes-bajos dolgaikat tárgyalnák meg, mikor jön az edzői szigor, és folyik tovább a munka. Ennek ellenére becsülettel végigcsinálják a feladatokat. Hála Istennek tudunk mérkőzéseket játszani, tavaly időszak az eléggé hiányos volt a Covid miatt, ugye nem tudtunk mérkőzésre utazni a gyerekekkel, ez azért látszik a játékukon, de gondolom ez nem csak nálunk, hanem a környező csapatoknál mindenkinél jelentkezik, mint probléma. Az U11-es korosztálynál ott nincsen eredményszámlálás, ott folyamatosan látom a gyerekeknél azt, hogy hú, mennyi az eredmény számoltam, mondom, én nem tudom számolni folyamatosan, meg hogy rájuk is figyeljek, hogy mit csinálunk, esetleg mérkőzés közben hibát javítok, hova kell elhelyezkednie, hova kell állnia, azért ez így nehéz, de folyamatosan bennük van az a druk, hogy versenyhelyzet van, figyelik azt, hogy mi van a kijelzőn, pedig azon 0-0 van, ugye ebbe a korosztályban, már az U12-es korosztályban ez már nincs. Ugye eredmény van, számolják és látják az eredményt az eredményjelzőn, és ez azért motiválja őket. Próbálok folyamatosan a hibát javítani, ezt kell is, azért folyamatosan reflektálni kell az ő megnyilvánulásukra. A másfél órás edzés végére sem fagyott le a mosoly a lányok arcáról, kicsit fáradtan, de jókedvűen nyilatkoztak a sport szeretetéről. Hát ez az alkatomhoz illő sport, és ezt már nagyon kiskorom kipróbáltam, és hát ez nagyon megragad bennem, és nagyon tetszik. Nekem nagyon tetszenek az edzések, a játékok is, de a végén a meccs az jobban tetszik. Jó, meg jól is megy, meg nagyon is szeretem. Az U11-es, U12-es lányok edzéséről a női ifi és felnőtt csapathoz indultunk, ahol meglepő kép fogadott bennünket, a lányok fociztak. Az edző Varga László elárulja ennek az okát. Nagyon szeretnek focizni, és a bemelegítő játék az igazából nem feltétlen kell, hogy kézilabdás legyen, és akkor a másik pedig, hogy van egy egyesség köztünk, hogyha a hétvégi mérkőzést megnyerik, akkor utána focizhatnak. A Tamási Kézilabda Klub 4 edzővel dolgozik, akik 7 csapatnál látnak el oktatói feladatot, és igyekeznek a csapatokból a legjobbat kihozni. Több bajnokságban indulunk, mert ugye van, hogy egy csapat több bajnokságban is indul. Az idei, ami idén biztos, hogy amiben indulunk, az eddig 9 bajnokság, tehát 9 korosztály, inkább úgy mondom. Ez soknak tűnik, de ezt tudni kell, hogy ebben benne van 3 fiú korosztály is. Természetesen az optimális az lenne, hogyha egy korosztály lenne, de sajnos nincs olyan lehetőség, nincs annyi játékos sem, most már a felnőtt ifi korosztályban, hogy ezt meg tudjuk oldani, és akkor inkább azt választjuk, hogy akkor legyenek többen, és akkor van olyan edzés, amikor külön vannak, akkor lehet jobban egyéni képzést, olyan, ami a saját korosztálynak megfelelő, és ilyenkor meg inkább a taktikai jellegűt, amihez pedig kell, hogy legyen itt 14 játékos, akikkel fel tudunk állni két kapus játékra. A Tamási Kézilabda Klub igen szép sikereket tudhat maga mögött, mellyel a város hírnevét is öregbítik. Célok vannak a jövőre nézve, de hangsúly egyelőre a csapatépítésen van. Kicsit olyan köztes időszakban vagyunk, ugye korábban valóban magasabb osztályban játszott a felnőtt csapat, ugye országos diákolimpiákat nyertünk, most erre jelenleg szerint ilyen céljaink nem lehetnek,
Most egy ilyen építkező szakaszban vagyunk, reméljük, hogy a későbbiekben újra jönnek nagyobb sikerek is. Ez a felnőtt csapatra is vonatkozik. Most ugye megye bajnokságban indulunk, a Somogy-Baranya összevont bajnokságot tavaly megnyertük, mégsem vállaltuk az MB2-t újra, sorban a játékos állomány nem úgy alakult, próbálunk továbbra is erősíteni, és akkor majd a későbbiekben meglátjuk, hogy mikor tudunk újra magasabb osztályba lépni. Az edzések, ahogy láthattuk is, játékos bemelegítéssel indulnak, melyet egy képességfejlesztő szakasz, majd a labdás bemelegítés követ. Hogyha mondjuk kimondottan képességfejlesztő edzés, akkor a labda csak a végén kerül elő, akkor előtte van ugye, vagy futás, vagy egyéb erősítés, nehezített labdás, szögdelő gyakorlatok, vagy valamilyen lábunk a gyakorlat, ezek, amikor ilyen felkészülésben, vagy képességfejlesztő edzésen. Amikor technikai képzés van, akkor már előkerül a labda, amikor a technikai dolgokat csiszoljuk. Amikor pedig taktikai edzés van, az általában ugye mérkőzések előtti edzésen, akkor már hamarabb és mindjárt azt a játékos jellegű maga a kézlabda játék kerül előtérben meghatározott feladatokkal. De minden, akármelyik edzés végén, nálam például minden edzésen van a edzés végén játék, ugye vagy hosszabb, vagy rövidebb időben, attól függ, hogy mi a fő célja az edzésnek. A lányok egyéb elfoglaltságukhoz mérten igyekeznek minél több edzésen részt venni, sokan tanulnak vidéken, így ők csak a hétvégi edzésen tudnak ott lenni, és a mérkőzések alkalmával erősíteni a csapatmunkát. A Sarmu Rupert Beatrix, most ő viszi az elsősöket, vagy az első, a 7 éveseket, az első, általános iskola első osztályt. Simon Horváth Veronika, ő viszi most a másodikosokat, ott van külön lány-fiú csoport is. Majdnem kifelejtettem Erdélyi Mihályt, Simon Tornyán visz egy csoportot, akik ilyen U14, tehát 14 évesek, de már valaki is erőben is játszik köztük. Az egy külön csoport, simontornyai cecei lányokkal, ott bérjeljük nekik a termet, tehát a másik KC néven. Sok játékosunk van az országban, első osztályú és erdülőifi csapatban. Most jelenleg is hosszabb heten, akik ilyen csapatokban játszanak, illetve most már felnőtt NB1-ben is van játékosuk, aki innen kezdte és oda került.